Utolsó díjkiosztásunk a Kürsák József matematikai tanuló verseny, az egykori ötvös verseny, aminek az első ilyen versenyt ugye 1894-ben rendezték. Az idei verseny eredményét maga Péter, a bizottság titkára fogja ismertetni. Péter, parancsolj! Köszönöm szépen a szót! Először is elnézést, itt az intézet irodámból zoomolok, és már kétszer is valahogy ugye az internet kapcsolat instabillá vált, hogyha megszűnnék, akkor néhány percen belül vissza tudok jönni. És akkor felolvasom a bizottságnak a jelentését. Jelentés a 2021. évi Kürsák József matematikai tanulóversenyről. A Bolyai János Matematikai Társulat a 2021. évi Kürsák József matematikai tanulóversenyt október 8-án 14 órai kezdettel rendezte meg. A következő 8 helyszínen írták meg a versenydolgozatot a résztvevők: Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolcon két helyszínen, Pécs, Szeged. A társulat elnöksége a verseny lebonyolítására az alábbi bizottságot kérte fel: Bíró András, Frenkel Péter, Harangi Viktor, Kós Géza, Maga Péter titkár, Pak Péter Pál elnök, Tóth Géza. A bizottság a szeptember 1-i ülésén a következő feladatokat tűzte ki. Ezeknek a felolvasását most átugrom a társulatnak a honlapjáról, bárki meg tudja őket nézni, aki akarja. A bizottság a beérkezett dolgozatok átnézése után november 16-ai ülésén a következő jelentést fogadta el. A verseny minden helyszínen rendben zajlott le, a 78 regisztrált versenyző közül 73-an vettek részt a versenyen, és tőlük összesen 64 dolgozat érkezett be. Az idei versenyen az első feladatot 21-en, a második feladatot 5-en, a harmadik feladatot pedig 3-an oldották meg helyesen, vagy lényegében helyesen. Bár mindegyik feladatra születtek helyes megoldások, két feladatnál többet egyetlen versenyző sem oldott meg, így a versenybizottság idén nem ad ki első díjat. Egy versenyző helyesen oldotta meg az első és a harmadik feladatot, ezért második díjban és 50 000 forint pénzjutalomban részesül Seres Szabó Márton, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályos tanulója, tanárai Dobos Sándor, Ádám Réka és Fazekas Tünde. Köszönöm, hogyha Márton itt van velünk, akkor kérem, hogy mondjon valamit, hogy megláthassuk. Itt vagyok, nagyon szépen köszönöm. Melyik volt a legnehezebb feladat? Hát a 2-es feladat talán. Köszönöm, gratulálok. Péter, akkor légy szíves, folytasd. Harmadik díjban és 40 000 forint pénzjutalomban részesül Fleiner Zsigmond, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója, tanárai Hújter Bálint, Gyenes Zoltán, Dobos Sándor és Juhász Péter, aki javítható hibától eltekintve helyesen oldotta meg az első feladatot, és kis hiányossággal oldotta meg a második feladatot. Zsigmond, ha itt van közöttünk, akkor szívesen lát. Köszönöm az elismerést, és szeretnék gratulálni a többi díjazottnak is. Akkor Péter, folytasd, mert úgy látom, hogy itt egy csapatban van a további díjazottak. Folytatom. És szintén harmadik díjban és 40 000 forint pénzjutalomban részesül Várkonyi Zsombor, a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium érettségizett tanulója, tanárai Fazekas Tünde, Kocsis Szilveszter, Pósa Lajos és Dobos Sándor, aki lényegében helyesen oldotta meg az első feladatot, és helyes megoldást adott a második feladatra. Akkor Zsombor, legyen szíves, integessen, hogy én is nagyon köszönöm, megismerjük, hogy gratulálunk. Köszönöm. Igen. És akkor dicséretben és 20 000 forint pénzjutalomban részesül Csaplár Viktor,
a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium érettségizett tanulója, tanárai Fazekas Tünde és Kocsis Szilveszter, aki apró hiányosságtól eltekintve helyesen oldotta meg az első feladatot, és részeredményeket ért el a harmadik feladatban. Én akkor Vilmos, kérjük, hogy... Viktor. Köszönöm szépen. Viktor, bocsánat. Fáradok, mert jó sok díjunk van. Viktor, parancsoljon. Köszönöm szépen az elismerést. Gratulálunk az egész csapatnak. A versenybizottság ezúton köszöni meg minden versenyző, felkészítő tanár és a lebonyolításban közreműködő kolléga munkáját, a díjazottaknak pedig további sikereket kívánva gratulál. Köszönjük szépen, a Bolyai Társulat elnöksége pedig a bizottságnak köszöni szépen a munkáját. Én itt közben már láthatólag fáradok, mert Kürsák József képét nem mutattam meg, hogy ezt még gyorsan pótolni kell, hogy mégse maradjon ki, hogy Kürsák József a Műegyetem professzora volt, és tudományban főleg algebrával foglalkozott, de ugyanakkor részt vett a korszerű matematika oktatás tantervének kidolgozásában is a 20. század elején. És akkor minden díjazottnak és kitüntetettnek sok szeretettel gratulálunk. Ahogy az elején mondtam, az okleveleket és az érmeket postán juttatjuk el a díjazottaknak, egyúttal egy kérdői vagy kitöltendő papírt is, aminek alapján a pénzjutalmakat át tudja utalni a társulat.